Sziasztok, kedves csoporttársaim! Fogadjátok tőlem szeretettel a harmadik adventi vasárnapi leckémet. Ezt a leckét fogjuk elkészíteni, ho-ho, majd ha itt lesz, akkor elkészítjük. Tehát ezt. Nagyon szép kis lecke. Remélem el tudjátok készíteni, és mindenkinek tetszeni is fog. Annyit kell elmondani erről a képről, hogy ugye nem gyújtottam meg a gyertyákot, nagyon-nagyon szomorú vagyok emiatt, hogy minden kép tönkre ment a Facebookon, minden kép, hogyha visszanézem, nem lehet megnyitni, tehát akkor én amondó vagyok, hogy a saját gépport, vagy a saját Facebookos oldalatokon működik, de a csoportban nem. Tehát rakjátok fel jépekben, és felrakatjátok évben, és én nem bánom, de számítatok rá, hogy egy idő után tönkre fog menni. Mire legközelebb jöttök a Facebookra, akkor már is nem lehet megnyitni. Tehát ez a tanulság, vagy ez a megfigyelés számomra. Na most, tehát kezdjünk is hozzá a képhez, mégpedig veszünk egy lapot, 900x600-asat, ablak eredeti méret. A harmadik adventi vasárnapi lecke, egy külön alapot hoztam nektek, ez 900x600-as, csak be kell másolni. Jobb gomb másolás, vagy szerkesztés másolás. Ide koppintasz, mindig ide koppintasz szélére, hogy éljen a lap, nem ide a közepére, a szélére, a kékbe, szerkesztés, beillesztés. Ezt az újak kedvéért mondom, mert mindig vannak újak is. És akkor egyesíted az előző réteggel, szűrők, domborítás, mérsékel domborítás, nyomsz egy RGB szint, és azt neki egy keretet, kép, külső keret, és akkor egy négyes szélességet adunk neki, nem a sárgát, hanem bejelöljük a háttérmintázatot, ide berakod a, majd megkapod az ezüst szint, ugyanis már az előző leckében kellett, hogy használd, tehát biztos megvan mindenkinek, akinek nincs, majd innen leveszi, vagy föltöltöttem a Facebookra, ott is megtalálható ez. Tehát oké, okay. Tehát négyes szélességet adunk neki. Azért döntök így, általában a karácsonyi leckéknél, meg az ilyen fontosabb ünnepeknél, mert a keretre irányul a figyelem, hogyha csúnya nagy keretet adunk, nem a képre. Tehát nekünk az a fontos, hogy a képre irányuljon a figyelem, ne a keretre, tehát ezért készítek ilyen vékony keretet. Tehát nekem ez már ilyen bevált szokás, vagyis hogyha azt szeretném, hogyha a kép kiemelkedjen, akkor nem csinálok neki bazi nagy keretet. Tehát következő a dolgom, elkészültünk az alappal. A következő dolog, amit már az előbb is megnyitottam, van egy textúrám, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. És ez 75%-ra jobb gomb, szabad átalakítás, 70%-re lekicsinyítem, és ide rakom felőre. Így a kerethez. A réteget megkettőzöm, szembefordítom egymással, és ide rakom szembe szintén a keretre. Jó, és akkor egyesítem a két réteget. Amikor ezzel készen vagyunk, akkor megyünk a szűrőkre. Hát itt lehet, hogy egy kicsit be kellene húzni, mert akkor jobb lenne. Tehát, hogyha réteg méretezéssel egy picit így mondjuk így felére, vagy így behúzzuk felére, igen, felére a rögzítés, akkor jobb lesz. Ha jobb gomb rögzítés nem teszed meg, nem tudsz tovább menni. Elveszik az egész leckéd, és kapcsolhatod ki a szerkesztőt. Tehát soknak az az oka az embereknek, tehát hogyha azt mondja, hogy jaj, elvesztettem a képet, nem tudtam sehova menni, igen, mert hogyha a rögzítést nem csináljuk meg, vagy a mégsemet, jobb gombbal, tehát hogyha valami problémátok van, akkor azonnal nyomjatok egy jobb gombot, és ha ott van a rögzítés, akkor biztos az a baj. Tehát azért nem tudtok tovább menni. És utána már nincs menekvés, mert ki kell kapcsolni a fotofiltrét.
tehát rögzítés. Na, tehát ezt elmondtam. Megyünk a szűrőkre, a torzításra, a trapéz torzításra. Vízszintes tengely, felső torzítás, 10-es, alsó torzítás, 130-as. Szűrők, torzítás, megint ugyanezt csináljuk, oké, de szerintem semmit nem változott, igazándiból ugyanolyan, mint az, mint hogyha akkora nagy lenne, mert én már megcsináltam 100-ször ezt a leckét. Megint megyünk a torzításra és az ellipszisre, azért lehet, hogy nem. Az ellipszisre is rögzítés, ugye, vagyis nem, nem, most ennél nincsen rögzítés. A réteg, megyünk a szabad átalakításra, és egy kicsit lekicsinyítjük, ugye, megnézzük, hogy körülbelül mondjuk 70 inkább jó, tehát 70%, és akkor ide helyezzük felőre. Mindegy, hogy hova majd a végén elhelyezzük középre, tehát nincsen gond ebből. Most a réteget megkettőzzük, mindig az alsóra rámegyünk, szabad átalakítás, 10-zel megnagyobbítjuk. Oké, ilyenkor megfogod a szélét és lehúzod, tehát itt ez a dolgod. Itt belerakod ide a közepébe, és akkor ilyen lassan elkészíted. Megint megkettőzöd, az alsóra koppintasz, szabad átalakítás, 10-et adsz neki, ez már 20 volt, 10-et adsz neki, 110, és már is lehúzod. Ugye nézed, nézed, egy kicsit jobban fel kell húzni, tehát itt ezt a távolságot próbáld betartani. Megint megkettőzzük, ezt elvégezzük 5-ször, alsó rétegen állunk, szabad átalakítás, 10-zel megnagyobbítjuk, oké, és megyünk lefele. Na most itt már nincs itt középet az, ami az előző leckékben volt. Réteg megkettőz, és lejjebb húzzuk egy kicsit, hogy lássunk. Tehát itt lejjebb tudjuk húzni ezt, nézzétek, itt. Amikor ez a két kis nyíl megjelenik, akkor le tudod húzni. Alsó rétegen állunk, szabad átalakítás, és egy 10-zel megnagyobbítjuk. És itt megfogod a végénél, megnézed itt középet, hogy meddig rakod fel. Itt ezeket a hézagokat is megnézed, tehát ezeket a távolságokat, és már is készen van a fenyőd. Egyesíted az előző réteggel, így még nincsen kész a fenyőd, csak itt most nem kell leradírozni, annyi különbség van, tehát a textúra nem olyan, mint az előző, ezt kikoppintom, mert nem lesz rá szükségünk. Tehát így néz ki, igazán, jó. És a következő dolgot tesszük, most megnézem, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit ellipszist adnánk neki. Hát lehet, hogy szép, lehet, hogy nem, nem tudom. Hát nem tudom. Az előzőnek nem adtam, ez egy kicsit szélesebb lesz akkor, de adhatunk neki. Tehát most, amikor ezzel elkészültünk, fogod magadat, hát mégsem adunk neki, marad így, ahogy van. Fogod magadat, a kijelölő pálcikát, a téglalapot, és így levágod. Kijelölöd magadnak, közepére teszed, így fogod, itt középre teszed, tehát csúcsa látszódjon ki, másolás, beillesztés. Amikor ezzel készen vagy, akkor ezt az alsót lezárod, hát ha még szükséged lesz rá, ha valamit nem jól vágtál ki, tehát még ne távolítsd el. Jobb gomb, szabad átalakítás, bőlésszög mínusz 20-as, tehát nem 30, hanem 20, és akkor oké. És most, amikor ezzel ennyire készen vagy, akkor fogod magadat réteg méretezésen, hát igen, picit lehúzni, vagyis feljebb teszem, rögzítés, és már is, hát még mindig nem jó, tehát réteg méretezés, ilyenkor körbe kellene vágni, és akkor nem lenne ez a probléma. De éppen jól sikerült, ezt ide leteszed teljesen, hogy ne lógjon a levegőbe, és akkor a réteget megkettőzöd, ugye? Tehát megkettőzöd egy vízszintes tükrözéssel. Átdobod, és összepasszintod.
összepasszintod és egyesíted az előző réteget, és itt van neked ez a fenyőfácskád. Na most törlött ki, azért, mert ez mindig útba lesz. Most, amikor ezzel elkészültél, a réteget megkettőzöd, az alsót, vagy a felsőt, minden, a felsőt inkább, mondod neki szabad átalakítás, és egy 90 fokot adsz neki. Nem kell hozzányúlni sem, de azért kell, nem kellene hozzányúlni sem, mert nagyon szépen áll, viszont azért kell hozzányúlni, mert le kell húzni ezt is. Tehát, hogyha nézed, tehát figyelj, réteg méretezéssel lehúzott kicsit, rögzítés, hogy ugye teljesen le legyen, körülbelül így ez jó is lenne már nekünk. Itt összeteszed a csúcsokat, és akkor ahogy éppen sikerül, még lehet réteg méretezni egy nagyon picikét így, talán jó lesz rögzítés, de ilyenkor ugye ki is lehet jelölni, és már is jobb lesz. Tehát megnézed, hogy jobb. Na most itt az aljam jobban elcsúszott, tehát sikeres lett a fenyőfánk, ezen gyakorolni kell, gyakorlod otthon, hogy hogyan jobb, tehát réteg méretezéssel, de legyen az alja lent. És ugye ennek is az előző, még egyszer megnézem, tehát az előzőnek az alja lent legyen, és ennek is az alja lent legyen, és a csúcsát is próbáld azért összepasszintani. Ilyenkor egyesítés az előző réteggel, nem gond, igazándiból készíthetnénk, adhatnánk neki leképezés progresszív kontúrt, mégpedig hát adhatunk neki fehéret is, általában tél van, esik a hó, mondjuk egy kettest, nem 32-est, hanem csak kettest. Igen, tehát kettes progresszív kontúr, és akkor oké. Itt a kijelöléssel baj van, tehát látjátok, nem nagyon jól sikerült, tehát ezt most vagy kiradírozzuk, vagy nem teszünk rá semmit, tehát kettős választásunk van, nézzétek. Ez az, amikor húzkodjuk ide-oda, progresszív kontúr ezt átveszi, tehát inkább akkor ne tegyünk rá semmit, jó? Így is itt van, tehát fogod magadat, és akkor kiradírozod. Nem is tudom, hogy ez mondjuk mi, mert én... Igen, tehát még mindig itt van a moszat. Még mindig kiradírozod a moszatot, a nyomást a végére tesszük, és azért nem sikerült, tehát most már nagyon szép a képünk. Most behúzod a kellékeket, a kis házacskát, leteszed a, ugye a kijelölő pálcikát, akkor vagyis a radírt, másolás, beillesztés, beilleszted alulra. Alulra úgy, hogy a kis házacska azért látszódjon, a fenyőfácska látszódjon, és akkor úgy látom, hogy itt kell nekünk kiradírozni a jobb oldalon. Tehát ezt fogod, aztán leradírozod itt, eddig, hogy ez itt ne legyen. És akkor már is kész, ezzel nem kell csinálni semmit, mert körülbelül így nagyon szépen látszik, és... domborítani lehet, mérsékel domborítás, szűrők domborítás, mérsékel domborítás, és a felső réteget ugyanúgy domborítás, mérsékel, szűrők domborítás, mérsékel, és akkor még adjunk neki egy kis élesítést is, mikrokontraszt 12-vel, nagyon szép lett, és a tájnak is, adjunk, hát azt viszont nem tudom, hogy jó lett-e, nem igen. Tehát ez itt nagyon szép lett az effektünk. Utána következik, még akkor nem vonjuk össze, meglátjuk, az adventi koszorú, és van még egy kis diszecskénk ez, ami az előző. Még van a gyertyánk, igen, és van még egy kis díszecskénk, nem is tudom, tehát... Azt hiszem, hogy itt van ez.
ezt most kénytelen leszek befesteni lilára, és már is itt van, tehát először rárakjuk. Másolás, ide koppintunk, beillesztés, és ezt ide tesszük oldalra. Ne felejtsük el, hogy ne lógjon a levegőbe, tehát ezt tehetjük feljebb, lejjebb, mert ennek van szára, és akkor mindegy, hogy hova teszed, tehát merre fordítod, így lesz. Kicsi árnyékot adsz neki, réteg beállítások árnyék, de nem ám ilyen nagyot, hanem mondjuk csak egy ilyen egyes árnyékot adunk neki kettes sugárral, és igazán már lehetne is egyesíteni a képet. Egyesítjük, mert akkor remélem, hogy akkor így jól fog sikerülni. Először csak a PNG-ket, aztán majd meglátjuk. Utána jön az adventi koszorú másolás, beélesztés. Az adventi koszorú lehetne középre is, de akkor nem látszik a kis házacskánk. Majd azt karácsonykor tesszük, hogy a közepére tesszük, tegyük ide kívülre. Tehát úgy, hogy körülbelül így kijebb tehetjük a gyertyát, és akkor most a meggyújtás helyett gyertyalángot fogunk ráhelyezni, mert ezen egyen sincs. Másolás, ugye a gyertyalángot másoljuk, itt van a gyertyalángocskánk, figyeljétek, másolás, beillesztés. Beillesztettem egy gyertyalángot, ide teszem. Réteg megkettőz, nem ad azért karácsonykor próbálom meggyújtani, de nem foglalkozom most vele. Réteg megkettőz. Igen, és akkor három gyertyánk van, a negyedik még nem ég, az majd a következő vasárnap fog égni. Egyesítem az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel, és itt van nekünk a három gyertyával az adventi koszorunk, nem kell más tenni, mint összevonni a rétegeket, egyesít minden réteggel, és akkor utána, mikor ezzel készen vagy, igazándiból az adventi koszorunknak nem adtam árnyékot, mert itt már mintha lenne neki árnyék, tehát szűrők, nem is az, hanem a vicuska tutoriált írunk, ezzel a fehérrel. Igen. És akkor utána saját magamnak konvertál szöveget képrétegbe, szabad átalakítás. Ezt itt egy kicsit jobban lekicsinyítjük teljesen, mondjuk levisszük. Mit tudom én, 40%-ra, oké. Okay. És akkor ide a szélébe pakoljuk. A réteget megkettőzöm, és összevonom. Egyesítés az előző rétege. Azt azért kell az ujja kedvéért mondom, mert többet ér, mint egy árnyékolás, többet ér, mint egy domborítás, rétegbeállításuk árnyék, mínusz egy, kettő, kettő. Az unokám ezt már kívülről fújja, úgyhogy jó, és nagyon szép lett, a réteget megkettőzöm, így is nagyon szép, nézzétek. Tehát, hogyha még ennek adunk egy kis szórodást, de a fehéren a szórodás nem működik. Nem működik, egyáltalán nem működik a fehéren a szórodás, pedig nagyon szép, nagyon szép. Nézzük, semmi nem működik rajta, tehát ez abszurdum. Tehát a réteget megkettőztem, ide leteszem magamnak, és akkor szabad átalakítással kicsit leveszek belőle egy tizet, ugyanúgy, és akkor megint ezt megkettőzöm magamnak, és talán jobb lesz. A réteg egyesít minden réteggel. Tehát egyesítem minden réteggel, és akkor nagyon szép leckét kaptunk. Na Istenem, hol van? Tehát majdnem ugyanaz, ablak eredeti méret, nézzünk körül, hogy a, hogy, ja, még a csillagocskánk még a hiányzik, bocsánat. Tehát másolás, beillesztjük a csillagot, 90%-ra lekicsinyítjük, szabad átalakítás 90-re. És oké, tehát most látom, hogy majdnem lemaradt a csillag.
Nézzétek csak, milyen gyönyörű lett, tehát ugyanolyan, mint az en, nem nagyon különbözik szinte, semmit úgy érzem. Nagyon szép lett mind a két kép, hát remélem el tudjátok készíteni. A végén egyesíted a rétegeket, egyesíted a csillagot, egyesít minden réteggel, réteg, egyesít minden réteggel, én már egyesítettem, ezt nem tudom most itt befejezni. Tehát mindenkinek jó képszerkesztés, nagyon szép harmadik adventi vasárnapot kívánok. Sziasztok!